Üdvözlök mindenkit! Nekroklim vagyok. Jöjjön, protea bemutató. Mindenről fogunk beszélni, hogyan lehet megszerezni, milyen trükkök léteznek a megszerzésére, természetesen a képességeiről, a véleményemről és modolásról modolás a videó vége felé találjátok, hogyha nincs türelmetek kivárni, vagy úgy érzitek, hogy már prók vagytok ezzel a Warframe-mel vagy ismeritek ezt a Warframe-et, akkor egyenesen ugorjatok a modolásra a végére, de azok, akik meg szeretnék szerezni ezt a Warframe-et, képességek stb. e jöjjön. Hogyan lehet megszerezni ezt a Warframe-et? Na most elsősorban a Deadlock protokolt kell kiátszanod, és jöjjön néhány tipp, hogy ne legyetek olyan nubok, mint én. Szóval a Deadlock protokolt valószínűleg akkor fogod tudni kiátszani, hogyha mindenféle előző questet kiátszottál, New War, Old War, Anyám War, ilyen Lotus quest, olyan az összes quest, hogy szerintem, hogyha megvan, akkor fogsz tudni hozzáférni ez a questhez, de lehet, hogy nem, nem tudom. Ha eljutsz a Deadlot protokoll végére, amúgy nem nehéz küldetések, de előbb-utóbb elérsz egy olyan helyre, aminek az a neve, hogy Granum Void, és előbb-utóbb meg kell küzdjél magával, Proteával. Protea tulajdonképpen egy testőr Warframe volt, az ottani helyi bossnak lore történet fog következni arról is. Oké? Okay. De meg kell küzdjél Proteával. Na most... A dolog lényege, hogy hogyan kell megküzdeni proteával. Ugye kapsz egy fegyvert nefanyótól, azt a fegyvert le kell gyártanod, az a fegyver némileg különleges, jöjjön a használati utasítása, ugye. Hogyha benn vagy a Granum Voidba, akkor először is ki kell szabadítsd a Vox Solaris, uh, hogy is mondjam, börtönbe zárt tagokat. Szóval úgy kell csinálni, hogy fel kell csárgyold először is ezt a glévet. Ezt a glévet úgy tud felcsárgyolni, hogy a röpködő enemiknek neki dobod, és felcsárgyolja. Majd utána oda ugye ezekhez a börtönbe zárt ürgékhez, és hosszan nyomsz egy Et, ugye eldobja ezt a glévet, és mikor eldobja ezt a glévet, akkor nyomsz még egyszer egy et, és így felrobban és akkor lerobbantja ezekről a tagokról a börtönt. Na most előbb-utóbb el fogsz érni oda, hogy megküzdjél magával, proteával, mert hogy protea ugye itt egy testőr a helyi bosznak, ennyi. E, majd lore történet jönni fog, és viszont úgy kell vele megküzdened, szintén ugyanígy fel kell csárgyold megint csak ezt a glévet. A röpködő enemiknek neki dobálod, felcsárgyolódik leviszed proteának az életét, aki bemegy ultimódba, és miközben ultizik, neki dobod gyakorlatilag ezt a glévet, felrobbantod, tehát még egyszer mondom hosszan E, eldobja, és miközben eldobta, megnyomod az E-t, felrobban, és akkor proteának nem fog fullra visszatöltődni az élete. Tehát ez, ez nekem kellett egy fél óra, hogy erre rájöjjek, hogy egyáltalán, hogy a francba csárzsolom fel azt a e, fegyvert, és hogyan robbantom fel, pedig ki volt írva a képernyő közepére, csak valahogy nem jutott el az agyamig, hogy megértem, hogy mi a francot kell csinálni. Szóval eldobod a glévet, és nyomsz egyet közben, bum, felrobban az egész rába, és így fogod tudni legyőzni proteát, és hogyha legyőzted végül a Deadlock protokoll küldetés véget ér, és megkapod a karakternek a blueprintjét. Na most, hogyan szerezzük meg a további alkatrészeket ehhez a szerencsétlen karakterhez? Ő nem szerencsétlen, elég jól nyomja. Na most, kérem szépen, az új korpusz űrhajókon, amiket faszári redizájnoltak, bármelyik küldetésen, ez szinttől függően úgynevezett Granum Crown. Fog esni. Ez egy pénzérme tulajdonképpen, és mint mondtam szinthez van kötve alacsony szinten uh, sima Granum Crown esik, a következő szinten Exemplar Granum Crown esik, és a nagyobb szinten, ami 30+, plusz, ott meg Zenith Granum Crown fog esni. Na most mindegyikből szükséged lesz rá, hogyha ki szeretnéd farmolni az új fegyvereket, amik jöttek proteával, és magát, proteát is. Elég jó eséllyel dobálja, azt meg kell hagyni valószínűleg nem fogsz túl sok időt eltölteni azzal, hogy farmolj ezekben a, ebben a granum voidban. Mert mindig oda vissza kell menni a granum voidba, hogy e, farmolhass ezeket az alkatrészeket, és ahhoz, hogy bejuss a Granum Voidba, szükséged lesz erre a Granum Crownra. ez a fizetőeszköz, hogy be tudj jutni a Granum vo Voidba. Ott pedig önöd kell elemiket, kurva gyorsan kell ölnöd. E, enemiket lesz rá egy percet, hogy megölj e, 75 enemit, e, utána ez a normálon. Uh, ugye a sima Granum Void-ban, megkelő 75 uh, enemit, hogyha jól tudom, uh, akkor az extended um, már 125-öt fene se tudja, nem, bocsánat, a, a Zeniten 125-öt, az extended nem tudom, nem jártam, valaki leírja, és a normálon uh, pedig 75-öt. De mindegyikben egy járnot kell ahhoz, hogy megszerezd az új, cuccokat, amiket dob, ami bejöttek proteával, és magát proteát is természetesen. Hogyan szerezd meg ezt a Granum Crown-t, vagyis ezt a fizetőeszköt? Bármelyik korpusz űrhajópályákon, tehát űrhajópályákra bemész, és garantáltan megjelenik egy ilyen, <coughs> hogy is mondjam, űrge, akinél lesz egy ilyen Granum Crown. Oké, okay, szóval egy olyan megjelenik, na most, ennek OP élete van, szóval nagyon nagy a damage reduction rá, tippek, hogyan öljétek meg ezt a tagot. Mesa ledarája. Úgy néztem, hogy kora kettes képessége megfogja. Ezt azért mondom, mert egy idő után eltűnik, szóval kurva gyorsan kell megölni, és hogyha szólózod, a kuvabrammád nem igazán fog segíteni, a Toxin Damage nem igazán fog segíteni, úgy vettem vissza a Slash Viral egész kultúrát, a Pirana Prime egész kultúrát erre a, erre a dologra, viszont gyorsan kell megölni, és erre az egyik legjobb a Mesa mert akkor nincs ideje eltűnni. Na most ez garantáltan fog dobni neked egy ilyen Granum crown és uh, akkor, ahogy haladsz kifelé a pályán, vagy bárhol ezen a korpusz új űrhajókon, ugye, bárhol találni fogsz egy ilyen nagy kezet. Na ennél a kéznél fogsz fizetni, és akkor beszippant ebbe uh, a voidba. Ha szólóba csinálod ezt, mesa. Akkor le fogsz ölni 75 enemit. Szinte bármelyik másik warframe meg fogsz kilódni. A kuva már nem fog működni, mert repkednek az enemik, és elég macera lesz őket eltalálni. Szóval biztos, hogy egy olyan fegyvert, kell választani, mivel gyorsan lehet ölni. A zó esetleg um, működhet. Itt el a dobálózó uh, zavok, a meset teljesen jól megy próbálkozhatsz ilyen tömegpusztító fegyverekkel is, mint a, mint a Kuva Bramma, de én, mikor először jártam itt, egy zenitem voltam, tehát a legnehezebb változatán ennek a Granum Voidnak, és azért örültem, hogy a mesét vittem végül is, mert, mert elég macera lett volna ölni. Továbbá a damage is megfelelően nagy ezeknek a moboknak, hogy elég gyorsan lesérülj csapatban a legjobb olyanokkal, akikkel ismersz és kommunikálni tudsz. Na most, ezekben a granum voidokban, ugye, függően, hogy normál exemplar vagy zenit, szintek vannak, van Reng 1, Reng 2, Reng 3. Na most rank 3-on kell ugye a legtöbben nem tölni, zeniten 125-ről van szó. Most akkor a rank 1, rank 2 és rank 3 jutalmakból is fogsz kapni. Tehát minél többet ölsz, úgy kaphatod meg a legtöbb rangot. Nem érdemes az adott kill szint fölé menni, annyit nem ér az egész, nem kapsz semmi extra jutalmat, ha rank 3 fölé mész killákben. Szóval megölsz annyira, hogy mit tudom, ennyi kell a rang 3-hoz, és akkor biztosan kapsz mindegyik rangból uh, cuccokat. Wikipédián, ha beírjátok, hogy Warframe Granum Void Google-be, Wikipédián kidobja, és ott láthatjátok és hogy mennyi eséllyel esnek a különböző cuccok, és elég jó esélye van, de mindig igyekezzetek elmenni rank 3-ig killekben, bármelyik fajta Granum Void-ban vagytok, és akkor szerintem bőven fél nap alatt meg lesz uh, protea, meg az új fegyverek is, meg minden, ami, ami onnan kell, és valószínűleg ez lesz az egyetlen funkciója ennek a játéknak. Az emberek megszerzik, amit kell onnan új fegyver, protea, anyám kinyis, ott is hagyják valószínűleg. Na, de így kell megszerezni ezt a Warframe-et. Jöjjenek a képességek, vélemény és a többi. Elsősorban úgy gondolom, hogy ez a Warframe, ki fogja borítani a Warframe közösséget? Nagyon nem. Annyiféle modolás lesz rá tulajdonképpen, ilyen modolás, olyan modolás, és uh, az emberek azt hiszem szeretni fogják ezt a Warframe-et. Egy kiegyensúlyozott Warframe, uh, kiegyensúlyozott képességekkel, továbbá úgy érzem és úgy látom, hogy a képességek valójában csak egy support uh, ennek a Warframe-nek, de nem feltétlenül tudjátok, az a tömegpusztító uh, képessége és ezáltal a fegyvereire hagyatkozik, tehát a felügyelére fogsz hagyatkozni, amikor ezzel a Warframe-mel játszol, mindig ügyelned kell rá, hogy legyen nálad egy erős fegyver. A videók, amit látni fogtok a game, a, a kommentár alatt, az első az egy Void Survivor-ben bementem, csak egy um, Redirection-nel, és Flow-val fel... Um, felnyomva ezt a warframe mert kíváncsi voltam, hogy szinte semmi modokkal hogyan lesz képes uh, túlélni. Végül ki kellett jöjjek, mert nem figyeltem a levegőre. 42 perc mod, modnál, ahol csak egy redirection, egy adaptation és egy flow volt nálom. Továbbá a kuva és ott realizáltam azt, hogy ennek a warframe a képessége inkább csak szupportálják, és úgy mentem el 42 percig, hogy nem jöttem rá, mert annyira még új volt a Warframe, hogy nem jöttem rá, hogy hogyan kell shieldet tölteni a Warframe-mel. Értitek, amit mondok? Tehát nem használtam ki az egyes képességének a shield töltését, és így is el lehetett vele menni 42 percig. Kifogytam a levegőből, tovább is lehetett volna menni moton. Szóval ez arról árulkodott számomra, hogy a support képes, a képesség inkább supportak sem, mint hogy pusztítóak. Na most, a második menet, amit láthatok, ez egy ismerősömmel történt: 90 percig mentünk. Uh, Anin végül is, mert ott volt egy ilyen... Uh Relic survivor és 90 perc level kit es enemék. Igaz, hogy egy nidus volt ott uh, velem, de láthatjátok, hogy hogy játszom, és mit csinálom, hogy életben tartsam magam, tehát nem feltétlenül a nidusnak köszönhetem azt, hogy életben tartottam magam, és már felmodolt proteáról beszélünk itt már, és kiválóan működtek a, a képesség, az egyes képesség shield elképesztő segítség volt, a hármas képességnek a Energia és élettöltése elképesztő segítség volt, és a kettes képesség is időnként mondhatni úgy, hogy elég jól meg tudta zavarni az zenemit, és levenni az armorikat, ha arról volt szó, szóval, bár túl sokat nem használtam. Szóval, ja, és úgy elmentünk ketten 90 percig, és utána megjöttük mert már a haver fáradt volt, a klántársam fáradt volt, én meg már úgy untam, szóval, um, ja. Protea nem fog feledésbe merülni, az biztos, hogy különleges játékmód kell hozzá ebből a szempontból. Nem állhatsz meg nagyon egy helyben, a fegyvereid ott kell legyenek, a toppon erősek kell legyenek, ahhoz, hogy ezzel a warframe igazi magaslatokat tudjál megütni, mert úgy gondolom, hogy a, képességeik ön, a képességei önmagában nem fognak túl messzire vinni. Szóval, nagyon rágyúrsz a képességre, hogy itt most majd tömegpusztítás lesz, nem igazán fogod tudni ezt el Érni. Sem az ultia, sem a hármas képes sem az egyes képessége nem igazán szupportálja azt, hogy nagyon nagy magaslatokig menjél, hogyha csak képességekre fókuszálunk. A kettes képessége az tud pusztító lenni, de nagyon oda kell figyelni a használatakor. Szóval, ja, így állunk egyelőre a proteával. A képességeit illeti eléggé bonyolultak. Vagy hát nem annyira bonyolult, csak sok, sok mindent el le, le lehet, le lehet róla mondani, így aztán letömörítem a lényegre. Oké, okay, szóval van neki egy passzív képessége, ami azt csinálja, hogy extra demiget fog adni, hogyha háromszor kapcsolsz el valamiféle képességet. Tehát ha bár, a bármi képességét használod, háromszor az felépít egy os képesség erőbónuszt végül is, és amikor elkapcsolod a negyedik képességet, az egy erőbónuszt kap, egy 100%-os erőbónuszt kap. Ez egy tök jó passzív képesség, és ezért is említettem meg, mert érdemes vele számolni. Az egyes képességnek két fajtája van, tehát, hogyha röviden nyomod le a, az egyes gombot, akkor kiszor egy ilyen háromféle aknát, ami slash damage fog okozni az ellenfélnek, és így meglöki őket, tehát nem fognak rád lőni. Ezt annyiszor dobálhatod körülbelül, annyiszer jól bár az idő tartama nem túl sok. Ha lenyomva tartod az egyes képességet, akkor kapod meg a shield töltés bónuszát. Oké, okay, szóval ez elképesztően hasznos minden szinten, a shield töltése nagyon-nagyon hasznos, és szinte instant tölti meg, kiválóan működik az aura moddal, a brief respite-tal, és bármivel, ami, a, ami feltölti a shieldedet gyorsan, tehát akármit hozzá bónusznak, nagyon-nagyon jó működik ez a shield töltés. Szóval, kettes képesség... Lehoz magának egy ágyút, ami idő, illetve golyó alapú, hogy így mondjam. Tehát uh, ahány golyó van benne, uh, annyi ideig fog tartani. Na most, hogy több golyó legyen benne, ahhoz uh, időt kell, durésönt kell építened. Tehát minél több a durésönt, annál több golyód lesz, tehát annál tovább tart uh, ez a kettes képesség tüzet lövel ki, tehát csökkenti az enemiknek az armorját, továbbá felépít egy damage bónuszt magának. E, ugye minél tovább tart, annál nagyobb damage bónuszt tud e, felépíteni, és ezt ilyen 50%-os szorzóval szorozza fel mindig, ezért tud egyre-egyre-egyre nagyobbat sebezni, és akár magas szintű enemiket is képes e, kiszedni, hogyha már ott jár. Hármas képesség az ledob egy ilyen viszpféle féle virágot, ami random életet, energiát, illetve lőszert ad. De lőszert minden fegyverre, még az Archwing fegyveredre is kapsz tőle lőszert, ezért hívják univerzális lőszernek. Viszont, hogyha csapatban vagytok, és a squad felveszi, akkor az lőszer eltűnik, tehát te már abban nem részesülsz. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi. A, a hármas képesség, ez is idő alapú, van neki egy úgymond extra pickup drop chance. Szóval, hogy egy extra élet, extra energia, extra minden esik belőle. Ez pedig az erőmodok növelik. Szóval, elég egyértelmű, hogy az ember végig olvassa Proteának a vikét, akkor látja, hogy egy időerő, időerő, időerő. Szóval, nagyon adja magát, hogy mire kell építeni, de a még mégis egy kicsit trükkös tud -e lenni. Szóval, megint megemlítem csak a kötelezőket mondom el, a képességéről nem megyünk bele mélyen, mert nagyon sok, de miközben játszol, úgyis csak a kötelezőket fogod észrevenni. Na most az ultia egy kicsit nehéz eset. Hasznaveltetlen is, meg nem is. A játékosnak a kreativitásán fog múlni, mondom. Szóval mondom az ultit. Ö, gyakorlatilag ugye ez idő visszaforgatás. Elkapcsolod a négyes gombot, és szabad vagy mozogni, ősz mozog, stb. Miközben a játék elmenti a proteának a helyzeteit, különböző helyzeteit, mondjuk úgy másodpercenként. Lejár az idő, és akkor fogja visszaforgatni az időt. Miközben damage-et gyűjtesz össze, miközben ugye ultiban vagy, és ahogy visszaforgatta az időt, mindezt a damage-et bless damage-ben leadja az enemikre, elég nagy damage-et lehet összegyűjteni, viszont az ultiának szerepe nem feltétlenül az lesz, hogy tömegpusztítás legyen. Én magam, mikor úgy először játszottam vele, hogy tapasztaljam a karaktert, nem igazán jutott eszembe, hol lehetne igazán hasznos az ulti, aztán később jöttem rá, mikor már kijöttünk például arról a survival-ről, hogy hogyan lehetett volna hasznos az ultia. Elkapcsol kimegyek az enemik közé, összegyűjtöm a live supportokat, és el lejár addigra, és vissza az alaphelyzetbe. Amó élet, minden vissza van jöve. Ha ulti közben elesel, akkor hát ez van. De miközben visszafelé megy az idő, tehát amikor már visszaforgatja az időt, akközben halhatatlan vagy. De mint mondtam, nem az az ultia valahogy nem az igazi ebből a szempontból, macera és sok mindent igényel, viszont nem mondom azt, hogy higgadt, nyugodt, kontrollált környezetben kiválóan fel lehet használni. És ha valamiért úgy döntenéd, hogy te ultifan leszel, akkor tudnod kell, hogy mindenféle damage hozzágyűlik az ultiához, miközben ö, el van kapcsolva, ö, saját képességeinek is damage -e, tehát az egyes és a kettes képességnek a damage -e is hozzá tud jönni. Egy érdekes warframe, egy jól balanszolt warframe, elégedett voltam vele játék közben, de nem feltétlenül mondanám például azt, hogy szerepe van Értitek? Tehát mindenhol jó, és mégse jó sehova. Mindenhol jó, de mégse jó sehova. Minden bizony, hogyha van egy, egy csapatba a bónusz képessége, hogy életet és energiát tud adni, az igen ö, hasznosan jön, de annyit nem ad, hogy ú, überópénak érez magad tőle. kettes képesség oké, és egyes képesség nagyon jó, ha a kerül a sor. Az az meg hm, meg de mi alá, hogy mégis korrektnek érzed a karaktert, valahogy nem érzed magad uh hasznavelthetlennek a pályának vele, és ha megfelelően erős fegyvereid vannak, akkor nagyon rendben leszel ezzel a karakterrel. Ami a protea modulását, illeti, három modulást minden lekaverultam, minden lekaveroltam, minden lekaveroltam, na uh, vágjuk is bele az elsőbe, ezzel jutottam el azokon a survivor vagyis azon a survivor -ön. ilyen sokáig, természetesen azért ott a Nidus is hozzátette a magáét, de uh, mindegy, vágjunk bele vágjunk bele, és majd meglátjátok. Szóval, Arcane Energy az I, can energies, I can grace, miért ne? Című történet, de az energy azért egészen szükség volt magas szinteken, hogy őszinte legyek. Maga a hármas képesség az nem igazán tudta fenntartani az energia szükségletet, de az energy együtt teljesen megfelelő volt. Brief Respite aura modnak, hogy visszatöltödjön a shieldem. Természetesen idő, amennyi belefér című történet, annál minél több van, annál jobban jön című történet. Mint mondtam, én Vitali Redirection helyett Vitality-val döntöttem, ahogy haladtam az idővel, amikor modolás nélkül játszottam és sima Redirection-nel, ugye, ahogy haladtam az idővel, úgy vettem észre, hogy a vitality sokkal jobb használt veszem még olyan helyeken, és mint a Void kaphatok be toxikus mérgezést, és az igen kikerüli a shieldet. Szóval... Vitality Adaptation kombinácia ahogy éreztem, nagyon-nagyon hatékonynak bizonyult magas szinteken. Az adaptation egészen megállítani látszott a különböző damage fajtákat, és ezt ugye megspékeltem az egyes képesség siltöltésével is, és így egészen túlélő lett. 200% erő, mert hogy az az ajánlott rá című történet, tehát azzal úgy vettem észre, hogy minden képesség akkora bónuszt tud nyújtani, amekkora pont szükség van. A Vigilant porszi manapság szinte kötelező. A Vigilant Mosset benne legyen, a fegyvereidben benne legyen, mindenben. A második modolás arra készült, hogyha nincsenek árkényeid. Oké? Okay? És íme, hölgyem és uraim, tehát a itt ezért kicsit trükkösen gondolkozunk, használunk az Equilibrium nevű modot, mivel hogy a hármas képesség működik az Equilibrium nevű moddal, tehát hogyha életet ad, energiát kapsz, ha energiát kapsz, életet fogsz adni magadnak. Energy Conversion, ezt e, Cephalon simaris tudjátok kiváltani ezt a modot, oké, okay, tehát relére mentek, Cephalon Simaris, és ott lesz ez a, ez a mod ez azt csinálja, hogy 50% ability strength ad, tehát kép a következő képesség elkapcsolásod 50%-kal erősebb el lesz. Na most ez nem felszorzó, hanem összeadott, tehát 145%-nak az 50%-a az mennyi, 70 valamennyi, és azt hozzáadod még a 145-höz, és úgy kijössz 200 pluszra gyakorlatilag, és eléred azt a 200-at, amit én itt ugye az első modolásban. Uh, és, és mivel ez is működik a hármas képességével, uh, ennek a karakternek így nagyon gyakran 200 fölött lesz uh, gyakorlatilag képességeit, hatása. Adaptation Vitality uh, természetesen is benne van, hogyha az adaptation nincs meg, akkor akármi más módot uh, bele, uh, belerakhatsz, és Ja, Power Drift, semmi extra, csak hogy a lényeg az, hogy kijöjjön az idő és a, az erő. Természetesen használhatsz uh, Narrow mindedet is uh, ebben az esetben. Arcane Guardian, Arcane Barrier, annak kökének ez a modolás tetszik. Az utolsó modolás az egy fan modolás, de amint uh, láttátok, elég op Tud lenni. Semmi más, semmi más, csak kettes képesség. Szeretem a kettes képességet szerintem tök móka. Um, és ja, én erre, erre nyomtam rá, de amit látjátok, a kettes képesség amúgy... Va OP, egy nagy szintű enemiket is simán leöl, és a tűz damage e, ugye leveszi az armort, és az, az azért nem egy, nem egy, rossz dolog. Szóval én úgy döntöttem, hogy csinálok egy fan kettes képességre alapozott bildet buildet is. Természetesen Arcane Energy, ez is Equilibrium, a magas energiafogyasztás miatt szinte elengedhetetlen, de annyira jól működik, amúgy, hogy, hogy hogy nem érzem azt, hogy kifogynék az energiából. Mindezek a bildek három formából uh, jöttek létre, természetesen lehet még uh, tovább is formázni, tehát még rakhatnék bele egy uh, V-formát, és akkor egy Exilus-módod ide is beleférne, című történet, de nem nagyon érzem szükségét. Ez a karakter nagyon... Um, rá, tá, nem támaszkodik nagyon rá a képességeire, csak úgy finoman kiegészítik ezek, ezt, a karaktert a képességei, és ettől nagyszerű és egyszerű. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, remélem tetszett a videó, igen, iratkozz fel, nyom rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapja videókról, klámba csatlakozhattok, discordra csatlakozhattok, link a videó leírásában, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!